3. Első. Bell, fehér szektor 2-es. 15 óra 30 perc. A vízjelzők még biztosan égtek odakinn a folyosón. A hulladékhasznosító központ a megszokott ritmusban dolgozott. A felügyelő a gépek között sétált, és lepiszegett mindenkit, aki beszélgetni mert. Josh lehajtotta fejét, egy kicsi, elhasznált motorról távolította el a műanyag záró szegélyt, tálcára dobva, tovább osztályozása. A csavarokat egy másikra. Szétválogatta az alkatrészeket. Akadt, amelyiket újra föl lehet használni, mások csak beolvasztása voltak jók. A bejelentés óta néma volt a kom. A hírt elkeseredett morgás fogadta, azóta nem volt szabad beszélniük. Josh elfordította tekintetét a képernyőről és az ajtóban álló rendőrről. 3 órával lépték túl a szokásos munkaidőt. Az összes részmunkaidőst haza kellett volna már engedni. A váltásnak meg kellett volna jönnie. Több mint 6 órája volt itt, nem kaptak ebédet. Végül a felügyelő elküldött szendvicsét és üdítőjét. Josh előtt állt egy csésze jeges víz, de nem nyúlt hozzá, hogy mutassa, mennyire serény. A felügyelő egy pillanatra megtorpant a háta mögött. Ő nem reagált, nem változtatott mozdulatai ütemén. Aztán hallotta, hogy a felügyelő tovább lép, de nem nézett utána. Ugyanúgy bántak vele, mint a többiekkel. Csak az ő bomlott agya próbálta meggyőzni magát, az készteti gyanakvása, hogy éppen őt figyelik. Mindnyájukat egyformán figyelik. A mellette dolgozó komoly, lassú mozgású gyereklány a legbonyolultabb dolgot csinálta, amire csak képes volt. És a természet nem áldotta meg túl sok képességgel. Sokan voltak ilyenek a műhelyben. Sokan léptek be fiatalon, ugródeszkának gondolták ezt a helyet. Majd szakképesítést szereznek, de legalább elemi technikai ismereteket, hogy aztán valami jobbféle műszaki beosztásban dolgozhassanak tovább. És voltak olyanok, akiknek ideges viselkedése arról tanúskodott, hogy más okból kerültek ide. Aggodalmas, megszállott figyelemmel végezték munkájukat. Joshnak furcsa volt másokon megfigyelni saját tüneteit. Csak hogy ő nem bűnöző, a mazok pedig feltehetően igen, s ezért még kevésbé bíztak meg benne. Szerette ezt a foglalatosságot, lekötötte a figyelmét, és függetlenséget adott neki. Bizonyára a komoly kislány is jól érzi magát itt, gondolta. Először nagy igyekezetében, hogy rátermettségét bizonyítsa, lázas tempóban dolgozott, de észrevette, mennyire elkeseríti a lányt, aki semmiképp sem tudott volna többet csinálni. Akkor lassított egy kicsit, hát ha nem veszik észre buzgalmát. Elég, ha életben marad. Ez elegendő programnak lémlett hosszú időre. Most azonban kavargott a gyomra, s azt kívánta, bár csak ne evett volna a szendvicséből, de még ebben sem akart másnak látszani, mint a többiek. A háború elérte a Pelt. Mazjánék. A flotta visszajött. A Norvégia. És Mallory. Néhány dologra nem akart gondolni. Amikor a sötétség feltoldult benne, még keményebben dolgozott, és nem vett tudomást az emlékekről. Csak az a háború. Valaki a közelben evakuálásról suttogott. Lehetetlen. Ez nem történhet meg. Damon, gondolta, s arra vágyott, már csak felállhatna, átmehetne az irodájába, egy pár megnyugtató szóért. Csak hát most ott sincs nyugalom. Mazian flottája. Szükségállapot. És ő is velük jött. Összeroppanhat, ha nem vigyáz, az idegállapota nagyon is ingatag. Talán már az is elmebaj volt, hogy kérte a kiigazítást, s az emlékezett törlés sem biccentette helyre az egyensúlyát. Gyanús volt számára, bármit érzett, s ezért megpróbált minél kevesebbet érezni. Pihenjetek, szólt a felügyelő. 10 perc szünet. Nem hagyta abba a munkát, ahogy az előző pihenőidőben sem. A lány most is utánozta. 2. Norvégia, 15 óra 30 perc. A Pell a miénk, jelentette ki Signy a legénységnek és a katonáknak, akik körülvették a parancsnoki hídon, vagy a hajó más pontjain hallgatták a komot. Úgy határoztunk, hogy megszálljuk a Pellt. A társaság küldöttei egyezményt írtak alá a szövetséggel. Lemondanak minden tulajdonukról az új csillagokon, s arra szólítanak föl minket, hogy maradjunk békén. A kapcsolatfelvételi kódunkat is átadták.
Hát ezért hagytuk abba a manővert, nem tudni, még hány kódunkat árulták el. Hagyta, hogy a hallgatóság megemészte szavait, nézte maga körül a fáradt arcokat. Tudta, hogy a hajó mindenütt ilyenek az arcok. A Pell és az ócsillagok. Ennyit tudunk biztosítani. Nem fogadjuk el a társaság parancsát, nem fogjuk megadni magunkat, mert erről van szó, akárhogy fogalmaznak is. Elszakítottuk a pórázt. Mostantól a magunk harcát vívjuk. Szereztünk magunknak egy világot és egy állomást. Az új csillagok meghódítása innen indult el. Újraépíthetjük az ócsillagok állomásait. Valaha mind működtek a naptól a Pellig. Meg tudjuk csinálni. A társaság most még nem látja át, hogy szüksége lesz ütközőre maga és a szövetség között, de előbb-utóbb biztosan megjön az esze, és akkor nem fog kötözködni velünk. A Pell most már a mi világunk. 9 hordozónk van, hogy megtartsuk. Nem vagyunk többi a társaságé. Mazian flottája vagyunk, és a Pell a miénk. Van ellenvélemény? Várt egy kicsit, bár úgy ismerte az embereit, mint a tenyerét. Néhánynak mégiscsak lehetett véleménye, vagy még bizonytalankodtak. Okkal. Hirtelen éjjelzés tört ki, s visszhangra talált valamennyi nyílt komcsatornában. Az emberek a hídon átölelték egymást, és mosolyogtak. Gráf megölelte Signit. Tihó is, az Intel fegyveres. Volt, aki sírt. Gráf is könnyezett. Ő nem. Megtehette volna, de bűntudata volt, a régi vágású hűség fogva tartotta. Körülnézett. Mindenki álljon készen, teljes felszerelésben, mondta. A parancs végigfutott az egész hajón. Megyünk és elfoglaljuk a központot, mielőtt még megtudnánk, honnan jön az áldás. Siessetek, Di. Gráf parancsokat osztogatott. Hallotta, hogy Di is ugyanezt csinálja lent, a katonák folyosóin. A hídról is szanaszét szaladtak, a technikusok egymást lögdösték a szűk lejárókon, hogy helyükre jussanak. 10 perc múlva teljes fegyverzetben. A komon vezényszavak hallatszottak. Sokan már a parancskiadás előtt öltözni kezdtek. Utasítások visszhangzottak a folyosókon. Signy visszament a kis irodahelyiségbe, felvette a melvértjét és a sisakját, de karjára, lábára semmit se húzott. Vállalta a kockázatot, hogy szabadon mozoghasson. 5 perc. Hallotta, ahogy Dee számol a nyitott komon. Iszonyú hangzavar mindenünnen. Se baj. Ez a legénység, ezek a katonák tudják a dolgukat sötétben is, fejen állva is. Egy család ez. Az alkalmatlanok már kihullottak, s akik megmaradtak, olyan közel voltak egymáshoz, mint a testvérek, a gyermekek, a szeretők. Signy kilépett a kabinjából, pisztolyát az övébe dugta, lefelé ment a liften, az állig felfegyverzett katonák a folyosón rohantak, de amint felismerték a kapitányt, a falhoz szorultak, hogy helyet adjanak. Hadd rohanjon az élre. Ott a helye. Signy! Kiáltották újjogva. Bravo, Signy! Újra élet költözött beléjük. 3. A Pell tanács. Kék szektor 1-es. Nem, mondta habozás nélkül Angelo. Nem. Ne is próbáljátok feltartóztatni őket. Húzódjatok vissza. Vonjátok vissza a csapatokat, de azonnal. Az állomásparancsnokság tudomásul vette a helyzetet. Végezte a munkáját. A tanácsterem ernyőjén új utasítások vibráltak. A biztonsági erők törzsétől folytott hangon jöttek az újabb és újabb jelentések. Angelo hátradőlt a terem közepén lévő asztalnál, nézte a félig üres széksorokat, hallotta, hogyan fut végig a pánik moraja azok között, akik visszamerészkedtek a folyosókon át a terembe. Az érkező jelentéseket tanulmányozta, melyek egy gyors egymás utánban villantottak fel a képernyőn, a katonáktól nyüskő dokkok képével felváltva. A tanács többi tagja túl sokáig várt az indulással, már nem tudott kijutni abból a szektorból, ahol dolgozott, vagy ahol a riadókészültség érte. Damon és Ellen kifulladva érkezett, menedéket keresve. Ott tétováztak az ajtóban. Angelo élt előjogával, és beengedte fiát meg a menyét. Intésére elfoglaltak 2 széket az asztalnál. El kellett rohannunk a dokkirodából, mondta Damon. Azután feljöttünk a lifttel. Alig lemaradva követte őket John Lucas és barátainak kis különítménye. Utóbbiak a széksorokban foglaltak helyet, John az asztalánál.
Két Jacobinak sikerült ideverekednie magát, hajuk zilált volt, arcuk izzadságtól finnett. Nem tanásterem volt ez, hanem menedékhely. A képernyők a helyzet rosszabbodását mutatták. A csapatok az állomás szíve felé tartottak. A biztonságiak távolról próbálták követni az eseményeket, egyik kamera a másiknak adta a képet, villogtak az ernyők. A személyzet tudni akarja, lezárják-e az irányító központ ajtóit. Szólt be a küszöbről egy tanácsos. Puskák ellen. Angelo megnedvesítette az ajkát. Lassan ingatta fejét, s meretten nézte, ahogy a kamerák egymástól kapkodják a képeket. Hívja fel Maziant, tiltakozzon, szólt az újonnan érkezett díj. Már megtörtént. Nem jött válasz. Azt hiszem, ő sincs a hajóján. Zavargás az E-ben, olvashatták a képernyőn. Három halott, számos sebesült. Uram, szólalt meg egy hang a komon. Az E-ben megrohanták a kijáratokat. Ki akarnak törni? Lőjünk? Nehogy kinyissák, mondta Angelo, s a szíve hevesen vert, hiszen nőtt a téboly ott, ahol korábban rend volt. Nem, ne lőjenek, csak ha megrongálták az ajtókat. Csak nem akarják rászabadítani őket az állomásra. Nem, uram. Akkor meg ne lőjenek. Az összeköttetés megszakadt. Angelo megtörölte homlokát, rosszul lét környékezte. Lemegyek, emelkedett fel Angelo. Nem mégy sehová, mondta Angelo. Nem akarom, hogy összeszedjenek a katonák valamelyik tisztogatásnál. Uram, szólt egy sürgető hang az oldalánál. Valaki lejött hozzá a padsorok körül. Uram! Kresics. Uram, szólt ismét Kresics. Az elkomja nem működik. Megint tönkretették. Valamit oda kell csatlakoztatnunk. A dokbeli hangos beszélőket biztosan nem tudták elérni. Szólt közbe a biztonsági parancsnokság. Angelo végignézett a megtört, elszürkült arcú emberem, aki az utóbbi hónapokban egyre nyomorultabbul festett. Hallja ezt? Attól félnek, hogy önök elmennek, s engedik, hogy a flotta itt hagyja őket a szövetség prédájául, szólt Kresics. Nem tudjuk, mik a flotta szándékai, Kresics úr, de ha a csőcselék átszakítja az ajtókat, és kijut a szabad dokokba, másképp már nem tudjuk őket feltartóztatni, csak ha lövünk. Azt javaslom, ha rendbe hozzák a komkapcsolatot, és maradt még egy épp hangos beszélő, közölje ezt velük. Tudjuk, hogy mi vagyunk a párják, bármi történik is, mondta remegő szájjal Kresics. Folyton kértük, gyorsítsák meg az ellenőrzést, adják ki az azonosító lapokat, tisztázzanak bennünket, csinálják gyorsabban. De most már késő. Nem gondolja? Nem feltétlenül, Kresics úr. Úgyis a saját embereiket mentik ki először, az elérhető hajókon, a mi hajóinkat fogják elvenni. Kresics úr, folyamatosan dolgozunk, szólt közbe John Lucas. Néhányan önök közül megkaphatják a papírokat, és én az ön helyében ezt az esélyt nem tenném kockára. Kresics hirtelen elhallgatott. Bizonytalanul nézett Lucasra. Szájának remegése átterjedt az állára. Kezét szorosan összekulcsolta. Bámulatos, gondolta keserűen Angelo. Hogyan tud mindenből személyes ügyet csinálni? Gratulálok, John. Könnyűszerrel el lehet bánni az ellakóival. Ajánljanak a vezetőiknek tiszta papírokat, s azok majd meggyőzik őket. Mások is javasolták már ezt a megoldást. Eljutottak a kék hármasig, mormolta Damon. Angelo követte a pillantását a monitoron, ahol a csapatok gyorsan, szinte gévélyesen vonultak végig a folyosókon, s vették fel állásaikat. Mazian, szólt John. Mazian személyesen. Angelo az ezüstös hajú embert bámulta a menet élén. Magában számolta, hány másodpercbe telik, míg a katonák hulláma eléri a spirálisan kanyargó vészrámpákat, az ő szintjüket, a tanástermük küszöbét. De addig övé az állomás. 4. Kék szektor 1-es. 0475-ös egység. Újfajta képek jöttek. Lili nyugtalanul járkált, ide-oda tipegett a nyomógombok és a riadt szemű álmodozó között. Végül vette a bátorságot, és kinyúlt a doboz felé, hogy változtasson az álmon. Ne, mondta éles hangon az álmodó, s ahogy Lili visszanézett rá, látta a fájdalmat a gyönyörű, sötéten ragyogó szemekben, a sápadt arcon, ahogy az asszony ott feküdt a fehér vásznak közt,
fehér fényben, csak a szeme élt, és egyre csak nézte a falakon kavargó képeket. Lili visszalépett az ágyhoz, az álmodó és álma közé állt, elsimította a párnát. Megfordítte, ajánlotta készségesen. Ne. Lili megsimogatta, gyengéden, szeretettel. Daltesz, Elan, szerette. Szerette. Ezek a csapatok, mondta Nap a barátja, azon a csendes hangon, amellyel mindenkinek vigaszt és nyugalmat tudott nyújtani. Puska emberek, Lili. Ez baj. Nem tudom, mi történhet. Álmod, ők elmennek, könyörgött Lili. Nincs hozzá hatalmam, Lili. De látod, nem használják a fegyvereket. Senki sem sérült meg. Lili megborzongott, s ott maradt a közelében. A folyton változó falakon időről időre megjelent a nap, megnyugtatta őket, a csillagok táncoltak, s a világ arca féloldalnyi karéként mosolygott rájuk. És a kagylóhéjba bújt férfiak sora csak nőtt, az állomás valamennyi útján ott kanyargott. 5. Nem találkozott ellenállással. Signy ki sem vette a pisztolyát, bár a keze még rajta volt. Mazian, Kresov és Keu sem használta. Inkább a katonákat fenyegette veszély, kibiztosították fegyverüket, és maguk elé szegezték. Csak egy figyelmeztető sorozatot lőttek ki a dokban, többet azóta sem. Gyorsan haladtak, az állomás lakók nem is gondolhattak ellenszegülésre. Igaz, amúgy is kevesen merészkedtek ki a folyosókra. Angelo Constantin kiadta az utasítást, vélte Signy, és ez volt az egyetlen észszerű taktika. Mazianék a felsőbb szintre jutottak a fő folyosó rámpáján. Csizmáik a teljes ürességben csattogtak. A nyomukban trappoló csapatok másféle visszhangot vertek. Már az állomás irányítás területén jártak. Jöttek a katonák is tisztjeik kíséretében, lengedett puskákkal. Más különítmények lekanyarodtak az oldalt nyíló folyosókra, ott fésülték át az irodákat. Itt sem volt lövöldözés. Már a központ folyosóin lépkedtek, a hideg fémek és műanyagok után puha szőnyegeken, s beléptek a különös faszobrok csarnokába. A szobrok szeme döbbenten merett rájuk, és a tanásterem előterében összegyűlt kis csoport tekintete is merev volt. A katonák átszelték az előteret, betaszították a díszes ajtószárnyakat. Két katona fölemelt fegyverrel megállt odabenn, szobor mozdulatlanságban. A tanácsosok fölálltak, nem voltak sokan, és farkas szemet néztek a fegyverekkel, miközben Signy, Mazian és társaik is beléptek. Méltóság volt a perliek tartásában, talán dacos kihívás is. Mazian kapitány, mondta Angelo Constantin. Megkérhetném, hogy foglaljon helyet, mondja el, mit óhajtanak? Mazian egy pillanatig nem mozdult. Signy közte és Keu között állt, Kresov pedig a terem másik oldalán. Az arcokat számlálták. Nincs itt a teljes tanács. Legalább a fele hiányzik. Nem rabolunk el sok időt, mondta Mazian. Önök kértek ide bennünket, hát itt vagyunk. Senki nem mozdult, nem ült le, nem változtatott testtartást. Szeretnénk magyarázatot kapni erről az akcióról. Szükségállapot van a vészhelyzet idejére. És most én kérdezek. Választ várok. Kötöttek-e bármiféle megállapodást bizonyos társasági ügynökökkel? Egyezkedtek-e a szövetséggel, és átadtak-e bizalmas információkat a hírszerzésüknek? Árulás sejtek, Konstantin úr. Minden arcból kiszaladt a vér. Nincs ilyen megegyezés, felelte Konstantin. Nem létezik ilyen megállapodás, kapitány. Az állomás semleges. Mi a társaság állomása vagyunk, de nem hagyjuk magunkat katonai akciókba belevonni, vagy támaszponttul felhasználni. És a milícia, az állomás minden pontján. Néha a semlegességet is erővel kell megtámogatni. Mallory kapitány személyesen hívta fel a figyelmünket a kiszámíthatatlan menekült hajókra. Tehát nincs tudomásuk arról, hogy civil társasági ügynökök információkat adtak át a szövetségnek, és nem működtek közre semmiféle megegyezés, terv vagy engedmény előkészítésében. Néma csendülte meg a termet. Nem tudunk semmiféle egyességről. Ha készültek is ilyen megállapodásra, Apelt nem tájékoztatták, s ha értesítenek, mi biztosan megpróbáljuk lebeszélni őket. Akkor most mi tájékoztatjuk magukat, mondta Mazian.
Valaki információkat adott át nekik. Kódokat, jeleket, melyek mind veszélyeztetik ennek az állomásnak a biztonságát. Állomásgazda úr, önöket a társaság átjátszotta a szövetség kezébe. A társaság felszámolja érdekeltségeit. Ennek önök is áldozatul eshetnek, mi is. De mi nem nyugszunk bele, hogy késztények elé állítsanak. Az engedmények további állomások vesztét okozták. Most a Pella határ. Haderőink nem nélkülözhetik a Pellt, de meg is tudják védeni. Ért engem? Támogatjuk önöket minden lehetséges eszközzel, mondta Konstantin. Tegyék hozzáférhetővé az összes anyagot. A biztonsági problémákat azonnal meg kell oldani. Elkülönítjük a rendbontókat. Konstantin szeme szignire sziklott. Végrehajtottuk azokat a feladatokat, amelyeket Mallory kapitány körvonalazott a számunkra. Aprólékosan követtük a javaslatait. Nem lehet az állomásnak olyan része, olyan információs anyaga, olyan gépe, olyan lakrésze, ahová az én embereim szükség esetén be ne juthatnának. Szívesen vonnám vissza az erőimet, s hagynám meg az önök fegyvereseit posztjukon, de csak amennyiben megértik, ha bármilyen biztonsági probléma adódik, ha valami kiszivárog, ha egy hajó elhagyja a rendszert, vagy ha egyetlen ponton megbomlik a rend, a mi szabályzatunk lép érvénybe, s ebbe beletartozik a fegyverhasználat. Világos, amit mondok? Világos, válaszolta Konstantin. Túlságosan is. Az embereim szabadon járhatnak, kelhetnek, Konstantin úr, és lőni fognak, ha szükségesnek ítélik. És ha fegyverrel kell megtisztítanunk magunk elől az utat, senki sem fog tétovázni, egyetlen férfi vagy nő sem a flottától. De ennek nem szabad bekövetkeznie. Az önök saját biztonsági erői majd gondoskodnak róla, egyedül vagy a mi segítségünkkel. Döntse el, hogy legyen. Konstantin állkapcsa megfeszült. Tisztáztuk az álláspontunkat, Mazian kapitány. Elismerjük, hogy köteles megvédeni a saját erőit és ezt az állomást. Segíteni fogunk, és segítséget várunk önöktől is. Mostantól fogva, ha üzenetet küldök, remélem eljut a címzethez. Természetesen, mondta könnyedén Mazian. Előbb jobbra, majd balra nézett, aztán átment az ajtóhoz, míg Signy és a többiek továbbra is szembenéztek a tanáccsal. Keu kapitány tárgyalhat majd a részletkérdésekről. Mallory kapitány foglalja el az irányító központot. Kresov kapitány vizsgálja át a biztonsági adattárat és a folyó ügyeket. Szeretnék valakit magam mellé, aki járatos az itteni viszonyokban, szólt Kresov. Én is, mondta Signy, s egy ismerős arca nézett az asztalnál ülő fiatalabbi Konstantinra. A fiatalember arca elváltozott, s a mellette ülő nő megfogta a kezét. Kapitány, mondta Damon. Ön lesz az, Damon Konstantin, ha úgy akarja. A segítségemre lehetne. Mazian távozott, néhány kísérőjét magával vitte. Talán azért, hogy bejárja az egész környéket, de sokkal valószínűbb, hogy vezetni akarja a további műveleteket, az állomás magjának és a benne működő gépeknek az elfoglalását. Keu odahúzott egy széket a tárgyalóasztalhoz, birtokba vette azt is a teremmel együtt. Kresov Mazian követte. Gyerünk, szólt Signy, s Damon megállt, ránézett apjára, aki dühösen beharapta ajkát. Aztán elbúcsúzott a mellette álló fiatal nőtől. Signy várt egy kicsit, majd az ajtónál maga mellé vette két katonáját testőrül. Kunt és Dektint. Az irányító központhoz utasította Konstantint, aki előreengedte az ajtóban. A fiatal férfi kemény és eltökélt arcot vágott. Azóta felesége volt? Kérdezte Signy. Megjegyezte a részleteket, ha fontos emberekről volt szó. Hogy hívják? A feleségem. De ki? Ellen Quinn. Signy meghökkent. Állomás lakó család? Nem. A Queen-ek, az Esterről. Hozzám jött feleségül, ezért nem ment velük. Az Esther elpusztult. Tudják, ugye? Tudjuk. Nagy kár. Gyerek van? Damon egy pillanatig hallgatott, csak azután felelt. Útban van. Aha. Az asszony kicsit nehézkesen mozgott. Ketten vannak, Konstantin fiúk, ugye? Van egy bátyám. Most hol van? Odalent. Damon arcára mindinkább kiült az aggodalom. Nincs mitől félnie. Nem félek. Signy gúnyosan mosolygott.
Vannak erőik oda lenni is? Kérdezte a férfi. A mosoly megmaradt, de Signy nem felelt. Úgy emlékszem, ön az igazságügytől jön. Úgy van. Akkor sok kompjúterkódot ismer a személyzeti adattárhoz. Nem de? Damon olyan pillantást vetett Signyre, melyben nem félelem tükröződött, hanem harag. Signy a folyosó végét kémlelte, ahol fegyveresek őrizték az üvegezett központi helyiséget. Megállapodtunk abban, hogy együttműködik, emlékeztette. Igaz, hogy lemondtak rólunk. Signy még mindig mosolygott. Tudta, hogy ha valakinek, hát a konstantinoknak megvan a magukhoz való eszük, tisztában vannak a maguk értékével, meg a pellével. Bízzon bennem, mondta ironikus mosollyal. Irányító központ, mutatta egy felirat és egy nyíl. Kommunikáció, állt a másikon. Kék 1-es, 01-01-22. Ezeket a feliratokat levesszük, mindenhonnan. Azt nem lehet. És a színkódokat. Az állomáson könnyű eltévedni, még az itt lakóknak is. A folyosók tükörszimmetrikusak, és a színek nélkül... A hajomon is így van, Konstantin úr. Nem mutatjuk az utat a betolakodóknak. Az állomáson gyerekek is vannak, a színek nélkül... Majd megtanulják. És minden jelzést leszedünk, mondta Signy. Az irányító központ tárva nyitva állt. Már elfoglalták a katonák. Puskacsövek lendültek feléjük, mikor beléptek. Aztán megint lehanyatlottak. Signy körülnézett. Tekintete végig söpört a kapcsolótáblák sorain, a mellettük dolgozó technikusokon és állomási tiszteken. Jelenléte szemlátomás megnyugtatta a katonákat. A civilek is megkönnyebbültek, amikor meglátták az ifjú Konstantint, végül is ezért hozta magával Signy. Minden rendben, fordult a katonákhoz és a civilekhez. Megállapodásra jutottunk az állomásgazdával és a tanáccsal. Nem ürítjük ki a pelt. A flotta itt állítja fel a támaszpontját. Nem engedjük át senkinek. A szövetség semmiképpen nem juthat be ide. A civilek óvatosan ugyan, de fellélegeztek, egymás pillantását keresték. Foglyokból szövetségessé léptek elő. A katonák lebhoztették fegyverüket. Mallory. Hallotta a suttogást innen is, onnan is. Ez Mallory. Olyan hangszínnel, amelyben nem volt szeretet, de lebecsülés sem. Vezessen körül. Fordult Damonhoz. Végig sétáltak a központon, megnevezte a részlegeket, meg a vezetőiket. Sokukra emlékezni is fog Signy. Jó memóriája volt, ha éppen akarta. Megállt egy pillanatra az ernyők előtt, nézte az odalen forgó sematikus képét, s a zöld és piros pöttyökre mutatva kérdezte. Bázisok? Felépítettünk néhány kisegítő telephelyet, választolta Damon. Ott próbáljuk letelepíteni és élelmezni azt a népséget, amit maguk itt hagytak nekünk. Az-e? Kérdezte, amikor egy másik monitoron meglátta az ajtókat rohamozó emberi masszát. Füst, törmelék. Mit csinálnak velük? Erre még önöktől sem kaptunk választ, felelte Damon. Kevesen mertek ilyen hangon beszélni Mallory-val. A kapitányt mulattatta a dolog. Hallgatta, nézte a hatalmas komplexumot, a munkaasztalokat, az ismeretlen rendeltetésű pultokat. Ez más volt, mint a csillaghajón. Itt kereskedés folyt, a több évszázada keringő mellékbolygó fenntartását irányították. Árukat raktároztak, az iparra felügyeltek, a benszülött és a helyi lakosságot igazgatták. Őrködtek az állomás és a bolygó fölött. E világi élettől peskedt a gyarmat. Signy valamiféle tulajdonosi érzéssel nézett körül. Ennek a fennmaradásáért küzdenek. A központi kom hirtelen megszólalt, a tanács kiáltványát hallották. Megnyugtatunk minden állomás lakót. Nem lesz evakuálás. A flotta azért van itt, hogy megvédjenek bennünket, mondta Angelo Konstantin. A háttérben a tanácsterem berendezése látszott. Az ő világuk. Már csak rendet kell teremteni benne. Negyedik. Odalen főbázis. Állomási idő szerint 16 óra. Helyi idő szerint hajnal. Közeledett a reggel. Vörös vonal a horizonton. Emilio a szabadban átcsorgód egyenletesen lélegzett a maszkon keresztül. Nehéz, meleg kabát volt rajta az éjszakai hideg ellen. Ezen a szélességi körön és ebben a magasságban sohasem volt meleg az éjszaka.
A sorok némán haladtak a sötétben, csupa meggörnyedt figura, mint tojásaikat az esővízből menetelő hangyák. Kifelé igyekeztek a kupolákból. Az emberek még aludtak, az elszállásán és a Pelliek lakóhelyén is. Csak néhányan segítettek a lentieknek. Emilio fölismerte őket, hiszen kimagasodtak a többi árnyék közül. Egy apró, lihegő alak súrant mellé, érezte magán a nyilkos lehelletét. Igen? Igen, te küldt Konstantin ember? Szökellő, te vagy az? Én Szökellő. A hang szélesen vigyorgó ajkak között jött. Jó futó, Konstantin ember! Megérintette az izmos, prémes vállat, érezte, hogy belékavarol egy pókszerű kar. Kihúzott egy papírborítékot a zsebéből, s a híza kérges kezébe nyomta. No, akkor fuss, szólt. Vidd el az összes ember táborba, hadd lássa a szemük, érted? És mondd meg minden hízának, mindegyiknek a folyótól a síkságig. Küldjék szét a futóikat, azokhoz a hízákhoz is, akik nem jönnek be az embertáborokba. Mondd meg, legyenek óvatosak, ne bízzanak az idegenekben. Mondd meg nekik, mit csinálunk itt. Vigyázzanak, de ide ne jöjjenek. Csak ha megkapták az ismert hívás. Megértik a hízák? Lukaszok jönnek, mondta a híza. Igen, megért Konstantin ember. Én Szökellő, én Szél, senki utolér. Menj Szökellő, mondta Emilio. Szaladj. A kemény karok átölelték, a hízák félelmetesen könnyed erejével. Az ány tovasuhant a sötétben. A hír útjára indult. Nem lehetett ugyanilyen könnyedén visszahívni. Csendben állt, nézte a többi emberi alakot a hegyoldalban. Utasításokat osztott a személyzetnek, de nem árulta el az indokait, hogy megtakarítsa nekik a felelősségvállalást. A raktárkupolák már majdnem kiürültek, minden készletüket elszállították a bozótos mélyére. A hír ősi módon szállt végig a folyó mentén, semmi köze se volt a modern kommunikációhoz. Nem lehetett lehallgatni. A szó hízasebességgel terjedt, és nem tudta volna megállítani semmiféle parancs. Jöjjön bár az állomásról, vagy azoktól, akiknek az állomása kezében volt. Táborról táborra szállt, embertől hízáig, mindenüvé, ahol a hízák kapcsolatban álltak egymással. Eszébe villant egy gondolat. Lehet, hogy az ember ideérkezése előtt a hízák számára nem is lett volna értelme az eféle kapcsolattartásnak. Nem ismerték a háborút, de a szétszórt törzseket sem fűzte össze semmi. Az ember jöttének híre azonban valahogy eljutott egyik helyről a másikra, és most az emberek küldtek üzenetet ezen a különös hálózaton át. És mire a hír végigfut, a hízák lopni fognak, bár eddig nem ismerték a tolvajlás fogalmát, és abba hagyják a munkát, bár nem ismerik sem a fizetséget, sem a lázadást. Fázott. Hiába volt több rétegbe bugyolálva a hűvös fuvallatok ellen. Ő nem futhatott el, mint Szökellő. Konstantin volt és ember. Azért csak állt és várakozott, míg a közeledő hajnal fényében mind jobban látta a megrakott teherhordók menetét. A többi kupolából ébredező emberek tűntek elő, s felfedezték, hogyan ürítik ki módszeresen a raktárakat, hogyan szerelik le a gépeket, a felügyelők csak nézték. Fények gyúltak ki az áttetsző kupolák alatt, egyre több munkás jött kifelé, s állt megrökönyödve. Sziréna zúgott föl. Emilio az égre nézett, csak az utolsó néhány csillagot látta, de akkor már észlelt valamit. A kavics megcsikordult, vékony karölelte át a derekát. Magához szorította Milikót. Örült a közelségének. Hívás jött a lejtő felől. A karok az égre mutattak. Egy leszálló hajó fényei váltak láthatóvá a fakuló égbolton. Hamarabb, mint ahogy számítottak rá. Kacér, szólította magához az egyik hízát, s jött is. Nő volt, régi égéshek fehér lett a karján. Jött megpakolva, zihálva. Bújjatok el, mondta neki, és az visszafutott, csipogva magyarázott társainak. Hová mennek? Kérdezte Milikó. Megmondták? Ők tudják, válaszolta a férfi. Csak is ők tudják. Még erősebben szorította Milikót, úgy álltak ketten a szélfúvásban. És hogy újra visszajönnek-e, az attól függ, ki hívja őket. Ha elvisznek minket, azt tesszük, amit lehet, de idegenek nem fognak dirigálni nekik. A hajó fényei erősödtek.
nem a Pell egyik kompja volt, hanem egy nagyobb, vészjósló szerkezet. Katonai gép, gondolta Emilio. Egy hordozó leszálló szondája. Konstantin úr, jött oda lihegve egy munkás. Megállt, és döbbenten széttárta a karját. Igaz, hogy Mazián már oda fenn van? Úgy tájékoztattak, hogy így áll a dolog. Nem tudjuk pontosan, mi folyik odafent, de a jelek szerint nyugalom van. Legyünk mi is higgadtak. Adja tovább. Nem veszíthetjük el a fejünket, akármi történik. Senki ne beszéljen a hiányzó készletekről, egy szó se róluk. Megértette? Nem fogjuk hagyni, hogy a flotta kifosszon bennünket, és amikor elmennek, ott hagyják az állomást élelem nélkül. Mert erről van szó. Ezt is mondja meg. És csak tőlem és Milikótól fogadjanak el parancsot. Érti? Igenis, lihegte a férfi, s már is rohant vissza a hírekkel. Az evvel is közölni kéne, mondta Milikó. Emilio bólintott, s elindult a hegyi úton. A hegy fölött fények jelezték a leszálló helyet. Emilio és Milikó átsietek az ehhez. Ott találták Veit. A flotta odafent van, mondta, és az izgatott, rémült morajt halván. Igyekszünk az állomásnak és saját magunknak megtartani az élelmet, és megpróbáljuk elejét venni, hogy a flotta átvegye a hatalmat idelent. Semmit sem láttak, semmit sem hallottak. Maguk süketek és vakok, és nem vállalják a felelősséget semmiért. Majd én vállalom. A helyi munkások is, az ebeliek is morogtak. Emilio a leszálló hely felé indult Milikóval. Saját emberei és Pelli munkások gyűltek köréjük, meg az ebből jött figurák is. Senki sem tartóztatta fel őket. Nem voltak többé őrök, sem itt, sem a táborokban. Az elmenetrend szerint dolgozott. Voltak viták, nehézségeik támadtak, de még mindig kisebb veszélyt jelentettek, mint az, ami leszállni készült a földjükre. Jó esetben csak élelmet kell szállítaniuk a katonákkal tele zsúfolt hordozóra, de lehet, hogy a katonák élő munkaerőt is követelnek. Mennydörgés közepette leszállt a hajó. Kicsi volt neki a hely. A hegyoldalban állók befogták a fülüket, és eltakarták a fejüket, míg a motorok le nem álltak. Végül ott pihent a fémszörny reggeli napfényben, idegenül, ormotlanul és bűzlött a háborútól. A zsilipajtó kinyílt, hatalmas álkapocs ereszkedett a földre. Páncélos katonák léptek a világ talajára. Ők pedig álltak a domboldalon, páncél és fegyver nélkül. A katonák rájuk fogták a puskákat. Egy tiszt jött le a rámpán, sötétbőrű férfi, csak légző maszkolt rajta, sisak nem. Ez Pori, suttogta Milikó. Pori személyesen. Emilio érezte, hogy neki kell lemennie, s válaszolnia a fenyegetésre. Elengedte Milikó kezét, de ő nem engedte el a férfiét. Együtt vonultak le a hegyről, a legendás kapitány elé. Halló távolságban álltak meg, és nem is próbáltak megfeledkezni arról, hogy a puskák túl közel vannak. Ki vezeti a bázist? Kérdezte Pori. Emilio Konstantin és Milikó Di, kapitány. Önök azok. Igen, kapitány. Ezennel kihirdetem a szükségállapotot. A bázis minden készletét lefoglaljuk. Felfüggesztjük a civil önkormányzatot, az emberekét és a benszülöttekét. Át kell adniuk minden adatot a gépekről, az emberekről és a raktárkészletről. Emilio jobb kezével gúnyosan körbe mutatott a kupolákon. Tudta jól, hogy Porinak lesz néhány kellemetlen órája. A kézzel vezetett könyvek közül is eltűnt némelyik. Emilio félt. Milikót és az embereit féltette, a hízákat nem különben, mert ők sohasem láttak háborút. Önök itt maradnak, hogy segítsenek bennünket, ha bármi módon szükség lesz rá, mondta Pori. Emilio feszesen mosolygott, és megszorította Milikó kezét. Ez őrizetbevételt jelentett, semmi mást. Édesapja üzenete, ami álmából ébresztette, adott neki időt a felkészülésre. Olyan munkások voltak körülötte, akik nem erre számítottak. Annak idején önként jelentkeztek szolgálatra. Emilio kevésbé bízott hallgatásukban, mint a hízák gyorsaságában. Lehetségesnek tartotta, hogy a katonaság még szigorúbban fogja őrizni. A családjára gondolt az állomáson. Mi lesz, ha a Pellt evakuálják, és Mazián emberei szándékosan tönkreteszik az odalent? Ha ki kell vonulniuk, megsemmisítik, amit nem akarnak otthagyni a szövetségnek, és minden égkézláb embert besoroznak a flottába.
s talán puskát adnak a hízák kezébe, hogy élőtestek lassítsák a szövetség előrehaladását. Majd megtárgyaljuk, kapitány, válaszolta. A fegyvereket átadják a katonáimnak. A személyzetet megmotozzuk. Megbeszélést javaslok, kapitány. Pori hevesen intett. Hozzák be őket. A katonák elindultak feléjük. Milikó szorosan belekapaszkodott. Maguktól mentek le, eltűrték a motozást. Aztán felvitték őket a rámpán a hajó belsejébe, ahol Pori várta őket. Emilio megállt a rámpa felső szélén. Mi felelünk a bázisért, szólalt meg. Nem akarok ebből közügyet csinálni. Szép csöndesen átadom mindazt, amire a csapatainak szüksége van. Ön fenyegetőzik, Konstantin úr. Csak tettem egy kijelentést. Mondja meg, mi kell. Én ismerem ezt a világot. Ha a katonai beavatkozás a saját rendjét akarja ráerőltetni egy működő rendszerre, sok értékes időt elveszteget. Bizonyos esetekben pedig ártalmas is lehet. Belebámult Pori szemébe. A környéke csupa sebb hely volt, s azt olvasta ki belőle, hogy ez az ember nem szereti, ha ellent mondanak neki. Személyében is veszedelmes. A tisztjeim magukkal mennek, szólt Pori, hogy elhozzák az írásos anyagokat. 5. 1. Pell, Fehér Szektor 2-es, 17 óra. Csöndesen bejöttek a rendőrök, megálltak az ojtalnál, és valamit mondtak a felügyelőnek. Josh nem emelte föl a fejét, csak oda sandított, a keze sem állt meg, ahogy szerelte szét a kiselejtezett kisképet. A mellette dolgozó lány jó keményen oldalba bökte. Hé, itt a rendőrség! 5-en voltak. Josh úgy tett, mintha észre se venni a böködést. Felettük kivilágosodott a kom képernyője. Újabb általános bejelentés hangzott el arról, hogy a zöld szekció már nincs lezárva. Korlátozottan már lehet benne közlekedni. Mi felénk néznek? Szólt a lány. Csak ugyan Josh felé mutogattak. Josh ismét felnézett, aztán még egyszer, mert katonák is bejöttek. Páncélosok, társaságiak. Mazian katonái. Nézd, szólt a lány. Josh újra elmerült a munkájában. A sejmes hang a komról azt ígérte, hogy senki sem forog veszélyben. Már nem hitt el. Léptek, kongtak. Egyre több, feléje közeledtek. Elérték, megálltak mögötte. Lázas reménykedéssel folytatta a munkát. Damon, gondolta, áhította. Damon. Egy kéz nehezedett a vállára, s megfordította. Belenézett a felügyelő arcába, majd az állomás rendőreit látta, meg egy katonát a flotta vértjében és fegyvernemének jelzésével. Tali úr, kérem, jöjjön velünk, mondta az egyik rendőr. Rájött, hogy a kezében szorongatott csavarkulcsot fegyvernek hihetik, vigyázva letette a munkapadra, megtörülte kezét az overáljában és felállt. Hová mész? Kérdezte a lány. Josh nem tudta a nevét. A lány jellegtelen arca csupa kétségbesés volt. Hová mész? Nem válaszolt, nem tudta. Az egyik rendőr a karját fogta, és végigvezette a csarnokon az ajtóig. Mindenki őket bámulta. Csend legyen, mondta a felügyelő. Suttogás hallatszott mindenfelől. Kivitték a folyosóra. Az ajtó becsukódott, egy tiszt, akinek csak a törzsét védte páncél, a falhoz állította és megmotozta. A papírjait kivette a zsebéből. Josh újra megfordulhatott, nekidőlt a falnak, nézte, hogyan forgatja a tiszta papírjait. Atlantik, ez volt a sisakjukra írva. Émeitől rémület fogt el. A társaságiak kezében vannak a papírjai, s más bizonysága nem volt arról, hogy ártalmatlan, hogy mi ment keresztül, s hogy nem okoz bajt senkinek. Kinyújtotta a kezét, hogy visszakapja az iratait, de a tiszt nem adta oda. Mazian katonája. Visszahúzta a kezét. Más találkozások jutottak eszébe, szíve hevesen vert. Van engedélyem, mondta, s próbálta leküzdeni arcának rángását, ami mindig előjött, ha idegeskedett. Ott van a papírok között. Láthatják, itt dolgozom. Itt kell lennem. Csak délelőtt. Itt tartottak, mindnyájunkat. Nézzék meg a többieket. Mindnyájan délelőtti műszakosok vagyunk. Velünk jön, mondta az egyik. Kérdezzék meg Damon Konstantint, ő megmondja. Ismerem. Megmondja, hogy nincs baj velem. Egy pillanatra meghökkentek. Ezt feljegyzem, szólt a tiszt.
Feltehetően igaz. Hallottam valami ilyesmit. Különleges eset, mondta az egyik rendőr. Parancsunk van. Az agy visszadobta. Tisztáznunk kell az ügyet. Maguk zárják be, vagy mi? Josh kinyitotta a száját, hogy ő válasszon. Mi visszük el, szólt a rendőr, mielőtt még ő könyörgött volna. A papírjaim, mondta Josh. Dadogott és elpirult szégyenében. Néhány reakcióját még nem volt képes ellenőrizni. A tiszt vigyázva összehajtogatta az iratokat, eltette az övén lógó táskába. Nem lesz rájuk szüksége. Nem megy sehová. Elviszik és bezárják, ha majd nekünk kell, előhozzák. Érti? Később átmehet az E-be, de addig nem, amíg ki nem vizsgáljuk az ügyét. Értettem, mondta pattogósan a rendőr. Megragadta Josh karját, végigvezette a folyosón. A katonák mögöttük jöttek, de végül ketté vált az útjuk. Mazian katonái azonban mindenütt ott voltak. Josh fázott, és úgy érezte mesztelen. Megkönnyebbült, amikor a rendőrökkel megálltak egy liftnél, és csak ők hatan szálltak be. A piros szektor egyesbe mentek, a katonák pedig itt maradtak. Kérem, hívja fel Damon Constantint, kérte. Vagy Ellen Quint, vagy valakit az irodájukból. Tudom a számokat. Aztán csend volt végig az úton. Jelentjük a megfelelő csatornákon, mondta végre az egyik rendőr, de nem nézett rá. A lift megállt a piros egyesen. Biztonsági övezet. Josh két rendőr között léptelt az átlátszó válaszfalig, majd az ügyeletes tisztpultjáig. Ebben az irodában is katonák voltak már, páncélban felfegyverkezve. Josh-t elfogta a pánik, hiszen úgy remélte, legalább itt megmarad az állomás fennhatósága. Kérem szépen, mondta a pultnál, amikor bejelentkeztek. Ismerte a fiatal ügyeletes tisztet abból az időből, amikor ő még fogoly volt. Emlékezett. Oda hajolt hozzá, s kétségbe esetten halkan könyörgött. Kérem, hívja a Konstantinokat, tudassa velük, hogy itt vagyok. Itt se kapott választ, csak egy rossz lelkiismerettel félre kapott pillantást. Az állomásiak mind féltek a fegyveresektől. A katonák elráncigálták Josh-t a pulttól, az őrizetes cellák felé. Belőgték az egyikbe, csupasz és fehér volt. Csak egészségügyi alkalmatosságok voltak benne, meg egy fehér pad a falhoz rögzítve. Újra megmotozták, ezúttal le is vetköztették, majd ott hagyták a padlóra szólt holmiai között. Felöltözött, leroskadt a padra, felhúzott térdéhez szorította az arcát, fáradtan a hosszú munkanap után, görcsbe rándulva a félelemtől. Második. A kalapács kereskedő hajó a mély űrben. 17 óra. Vittorio Lucas felállt, és felkaptatott a kalapács ütött kapott parancsnoki hídjára, tétovázva vár, mert a rávigyázó szövetségi katona kezében megrezdült a bot. Nem engedték az irányító pultok közelébe, ebben a kicsiny meredeken ívelő rotációs hengerben, a kalapács rút tömegének a legnagyobb részét ugyanis egy zérogravitációs törzs alkotta. A padló burkolatra ragasztott csíkkal volt elkerítve börtöne. Még nem derítette ki, mi történne, ha hívás nélkül átlépni a vonalat, de nem is akarta kitapasztalni. A hengerben majdnem mindenhová szabad bejárása volt. A legénységi szállásra, ahol maga is aludt, meg az aprócska központi helyiségbe, meg a vezérlőterembe, de csak eddig a vonalig. Innen figyelte az egyik képernyőt, s látta a technikus válla fölött a pásztázók képét. Itt időzött, bámészkodott, a kereskedőruhás férfiak és nők háta mögött, akik igazából nem is voltak kereskedők. A gyomra még mindig háborgott a drogoktól, s az ugrás megtépázta az idegeit. Az idő nagy részét hányással töltötte. A kapitány is az ernyőket figyelte. Észrevette Vittoriót, magához intette. Vittorio tétovázott. A másodszori invitálásra belépett a tiltott irányítási zónába, de azért hátra nézett a botot tartó őre. Vállán érezte a kapitány barátságos karját, amikor közelebbről is megnézte, mit mutat a pásztázó. Tekintélyes, megállapodott külsejű férfi volt. Akár Peli üzletember is lehetett volna, aki inkább csak csipkedi a legénységét, hogy dolgozzanak gyorsabban, s nem parancsolgat. Egész rendesen bántak vele valamennyien. Sőt, udvariasak voltak. Helyzete és kilátásai azonban állandó rettegésben tartották.
Gyáva kölyök, mondaná az apja megvetéssel. Igaz, az volt. Ez nem neki való hely, nem az ő társasága. Hamarosan visszafordulunk, mondta a férfi. Blass volt a neve, Abe Blass. Nem ugrottunk messzire, csak éppen addig, ahol már nem találkozhatunk Maziannal. Nyugalom, Lukasz úr. Jobb már a gyomra? Nem válaszolt. Rosszul létének említésére is felkavarodott a gyomra. Nincs semmi baj, mondta kedélyesen a vállát veregetve Blass. Az ég adta világon semmi, Lukasz úr. Mazian felbukkanásától nem kell tartanunk. Ránézett a férfira. És mi történik, ha a flotta észrevesz, amikor újra közeledünk a Pelhez? Ugrani mindig lehet, mondta Blass. A hattyú szem nem mozdul el az állásából, Illico nem fog beszélni, az ő érdekei is így kívánják. Csak pihenjen, lazítson, Lukasz úr. Úgy látom, még mindig tart tőlünk. Ha apám kompromitálódik a Pellen... Nem hinném. Jessad érti a dolgát. Higgyen nekem. Mindent kiterveltek. És a szövetség gondoskodik a barátairól. Blass még egyszer vállon beregette. Egész jól viselte az első ugrását. Fogadja meg egy öreg róka tanácsát. Ne izgassa magát fölöslegesen. Csak könnyedén. Menjen vissza a központi helyiségbe, majd beszélgetünk, ha végeztünk a manőver előkészítésével. Ahogy kívánja, uram, mormolta Vittorio, és követte a tanácsot. Visszament a központi helyiségbe. Leült az egy darabban kiöntött asztal-pad konstrukcióba, és szaporán nyeldekelt. A hányinget nem csak az ugrás okozta. Meg volt félemlítve. Ember csillálok belőled, hallotta az apja szavait. Szerencsétlennek érezte magát. Az volt, aki volt, nem tartozott az éblasszokhoz, meg ezekhez a komor, nagyon egyforma emberekhez. Az apja most megpróbál hasznot húzni belőle. Ha volna benne valami becsvágy, megpróbálná a maga pecsenyéjét is sütögetni. Beférkőzne a szövetség kegyeibe. Nem tette meg. Ismerte a képességeit és a korlátait. Rozint akarta, a barátait, az italát, de nem volt szabad innia, mert a szervezete tele volt drogokkal. Nem lesz így jó. Átrángatják a szövetség oldalára, ahol mindenki a parancsra masírozik, és soha többé nem térhet vissza a világba, amit már ismert. Félt a változásoktól. A Pellen jó élete volt, soha nem kért sokat az élettől, s az a gondolat, hogy most idekin van a semmiben, lidész nyomásnak rémlett, de nem volt más választása, az apja jól kifundálta. Megjött Blass, mellé telepedett, nyugodtan kiterítette a térképázlatokat. Úgy magyarázott Vittoriónak, mintha valami fontos személy volna. Nézte a diagramot, próbálta felfogni, hogyan lehet össze-vissza száguldozni a semmiben, holott igazából azt sem tudta, hol vannak egyáltalán. A semmiben persze. Bízzon bennünk, mondta Blass. Állíthatom, hogy nagyobb biztonságban van itt, mint az állomáson. Ön magasrangú tiszta szövetségben, nem de? Másképp nem küldték volna ide. Blass vállat vont. A kalapács és a hattyú szem. Több hajójuk nincs a Pell körül. Blass ismét vállat vont. Ez volt a válasza.